cserkészek a nagy erdőn, aminek élet a neve. Neki egy rendkívüli dolgot adott meg a mindenható, azt, hogy a jóisten szemével tudta látni a természetet. Egyetlen olyan magyar író lett, aki egyszerre kiválóan ismeri a természetet, ugyanakkor pedig, mint szép író is kiváló, ez így nem találkozott a magyar irodalomban, azóta sem. Az apám azt mondta, hogy azért, mert én nem ezzel írok, hanem ezzel. Az erdőt nem a vadászatért, a vadászatot viszont az erdőért szeretem, mert az erdő beszél ahhoz, aki ismeri.